A vonatkozó rendeletek alapján csak jól befagyott tavak jegére szabad rálépni, bár a Nyíregyháza közelében található tavakon van, aki már megpróbálkozik a korcsolyázással az éjjeli tartós fagyok miatt, a meteorológiai előrejelzések alapján a hőmérséklet emelkedésével olvadás várható. Ha a jégpáncél vastagsága 3-5 cm-re csökken, már tilos rálépni. A következő napokban már jóval 5-6 fok feletti értékeket is mérhetünk, természetesen pluszban, de egyelőre még azt mondhatjuk, hogy a fagyos időjárás megtette hatását. Itt a térségünkben is, akár mondjuk a Szabolcsi megye székhelyen, a Bújtosi tónál, a Sóstói tónál már befagyott jégfelületekkel találkozhatunk. Ami érdemes tudni, hogy minden szabad víznek, tónak van üzemeltetője, vagy éppen tulajdonosa, akár például egy önkormányzat, vagy egy horgászegyesület, egy sportegyesület, ők jelölik ki a sportolásra kijelölt területeket. Érdemes figyelni tehát a partoknál kihelyezett tájékoztató táblákat, vagy éppen plakátokat. A szabadtéri korcsolyázásnak komoly veszélyei vannak. A balesetek elkerülése érdekében figyelmesnek kell lennünk, és meg kell vizsgálnunk a jég vastagságát, mielőtt rálépnénk. Lehetőség szerint legalábbis mi azt javasoljuk, hogy ne egyedül tartózkodjunk a jégen, hiszen így egymásra is könnyebb figyelni, és baj esetén segítséget kérni a 112-es segélyhívó számon. Az elmúlt évek eszközfejlesztéseinek is köszönhető, hogy nem csak a hivatásos és az önkormányzati tűzoltó egységek, hanem az önkéntes tűzoltó egyesületek is rendelkeznek olyan eszközökkel, amelyekkel tudnak segíteni, hogyha valaki bajba kerül. Búvárfelszerelések, dugólétra, felfújható gumicsónak, mentőbort, különböző kötelek, de az első helyen továbbra is ugye a kellő szaktudás áll, éppen ezért a tűzoltók minden évben gyakorlatoznak, többek között jégrőlmentési gyakorlatuk is szokott lenni. Ha alattunk megroppan a jég, azonnal feküdjünk le és hasoncsúszva próbáljunk kijutni a partra, a legközelebbi biztos pont elérésére törekedve. Amennyiben beszakadna alattunk a jég, próbáljuk kerülni a felesleges mozdulatokat, hiszen ezek fokozzák a kihűlés veszélyét, így tovább megőrizhető a ruházatunkban található szigetelő légréteg. A part felé próbáljunk kijutni, közben pedig hívjunk hangosan segítséget, tanácsolt a híradónknak a megyei katasztrófavédelem szóvivője. A biztonság érdekében tartsuk be a szabadtéri korcsolyázás szabályait, és vékony jégpáncél esetén tartózkodjunk a sportolás ezen formájától.